Az Atya, a Fiú és a Szent Lélek nevében. Amen. Az Úr legyen veletek. És a veletekkel. Kedves testvéreim, halottak napján imádkozunk most elhunyt szeretteinkért. Ezt a szentmisét külön a Gordján család elhunyt és élő tagjaiért ajánlom föl. Vizsgáljuk meg lelki ismeretünket, bánjuk meg bűneinket, hogy tiszta lélekkel vegyünk részt ezen a szentmisén. Gyónom a mindenható Istennek, és nektek, testvéreim, hogy sokszor és sokat vétkeztem, gondolattal, szóval, cselekedettel és mulasztással. Én vétkem, én igen nagy vétkem. Kérem ezért a boldogságos, mindenkor Szűz Máriát, az összes angyalokat és szenteket, és titeket, testvéreim, hogy imádkozzatok érettem, Urunkhoz, Istenünkhöz. Irgalmazzon nekünk a mindenható Isten, bocsássa meg bűneinket, és vezessen el az örök életre. Uram, könyörögjünk. Mennyei Atyánk, hallgass meg jóságosan imádságunkat, amikor húsvéti hittel valljuk, hogy Szent Fiad a halálból életre támadt. Kérünk, erősítsd bennünk azt a reménységet, hogy elhunyt híveidnek is megadod a boldog föltámadást. Ami Urunk Jézus Krisztus, a Te Fiad által, aki veled él és uralkodik a Szent Lélekkel egységben, Isten mindörökkön örökké. Olvasmány Jób könyvéből. Jób, az istenfélő férfiú, sok szenvedése közepette ezeket mondta barátainak. Bárcsak felírnák szavaimat, bárcsak feljegyeznék egy könyvbe. Bárcsak vasíró vesszővel, ólomtáblára, vagy vésővel sziklába vésnék azokat. Tudom, hogy megváltóm él, és a végső napon feltámadok a földből. Testemet ismét bőr veszi körül, és testemben látom meg Istenemet. Én magam látom majd őt saját szememmel. Ez az Isten igéje. Istennek legyen áldása. Aki benned bízik, Uram, az meg nem szégyenül. Aki bennem bízik, Uram, az meg nem szégyenül. Irgalmasságodra gondolj, Uram, ős időktől való könyörületedre. Irgalommal gondolj én rám, mert Te jóságos vagy, Istenem. Aki benned bízik, Uram, az meg nem szégyenül.
Az Úr legyen veletek. És Evangélium Szent János könyvéből. Az utolsó vacsorán Jézus így búcsúzott tanítványaitól. Ne nyugtalankodjék szívetek, higgyetek az Istenben, és bennem is higgyetek. Atyám házában sok hely van. Ha nem így lenne, mondtam volna, elmegyek és helyet készítek nektek. Ha majd elmegyek és helyet készítek nektek, ismét eljövök és magammal viszlek titeket, hogy ti is ott legyetek, ahol én vagyok. Hiszen ismeritek az utat oda, ahová én megyek. Ekkor Tamás így szólt, Uram, mi nem tudjuk, hogy hová megy, hogyan ismerhetnénk hát az utat. Jézus ezt felelte, én vagyok az út, az igazság és az élet. Senki sem juthat el az atyához, csak általam. Ezek az evangélium igéi. Kedves testvéreim! Ilyenkor november elején, halottak napja környékén sok embernek még jobban felerősödnek, vagy eszébe jutnak azok a szomorú események, amik történtek az életében, a veszteségek, veszteségeink, akik már nincsenek közöttünk. És amikor rájuk gondolunk, szeretteinkre, akkor az is jusson eszünkbe, hogy mindannyian Isten képmásai vagyunk, és hogy valamit hordozunk mindannyian Isten vonásaiból, és az, amiket az a szerettünk hordozott magában, amit talán meg sem tudunk fogalmazni, hogy mik voltak benne olyan nagyon szépek, jók, pozitívak, értékesek, bármi, az mind megvan Istenben. De persze ezt egyébként kiterjeszthetjük akár az összes dologra is. Mi emberek különösképpen is Isten képei, hasonmásai vagyunk, de minden teremtett dolog is egyébként hordoz magában valamit, hogy tulajdonképpen minden vesztességünk esetében ott van az, hogy igen, de hogy ez mind Istenben megvan. Mert hogy Istenből, Isten képére, hasonlatosságára vagyunk alkotva, meg hogy Isten kezenyomát hordozzák a teremtett dolgok is. Vagyis bármit veszítünk el, azt Istenben meg fogjuk találni. Tehát nem tűnt el végleg, nem vesztettük el végleg. Ugyanakkor pedig azért az is egy öröm, hogy valószínűleg a szeretteinkkel is, ha ott lesznek a mennyben, tudunk találkozni. Nyilván fontos azért az ő maga, az ő személye külön. Nem csak az, hogy az ő kedvessége, az ő humora, az ő egyéb értékei, és akkor ez meg lesz Istenben, igen, meg lesz, de hogy ő maga, az is fontos számunkra. És Isten éppen azt szeretné, hogy ott legyünk majd az örökké valóságban Istennel, de nem csak Istennel, hanem egymással is ott legyünk. A másik gondolat így az elmúlással kapcsolatosan, ami szomorúvá tudja tenni az embert, egyfajta veszteségélmény. Egyrészt az, hogy igen, ez hozzátartozik az életünk, az el kell síratni a veszteségeinket, és hogy nem szabad ezt elfojtani, tehát nem arról van szó, hogy, és nem helyes ilyenkor azt mondani, ha valakinek valaki meghal, akkor azt mondjuk neki, hogy ó, ne sírj, meg majd, miért ne sírjon? Hát hadd sírjon, hát hadd fájja ki az a dolog, hadd fájjon ki belőle az a fájdalma, az a vesztesége. Szabad elsiratni, nem kell elfojtanunk. Szabad valamiféle teret engedni. A gond akkor van, hogyha nem látunk ennél tovább. Tehát, hogyha csak így eddig tart a látóterünk, és nem látunk tovább, pedig a hitünk által láthatnánk tovább is. És fontos, hogy egy idő után azért az ember elkezdjen többet arra gondolni, vagy foglalkozni azzal, hogy hát, hogy nem ért véget minden. És hogy az életünk az nem csak a földi élet. És hogy van folytatás. Persze ilyenkor mindig jön az, hogy na jó, de akkor is ez most nagyon fáj. Testvérek, én azt gondolom, hogy a veszteségeinket, a fájdalmainkat, fájdalmainkban felfedezhetjük azt, hogy ezek értéket hordoznak. És itt konkrétan arra gondolok, hogy maga az, amit ilyenkor megélünk. Hogy elvesztettem valakimet. Vagy elvesztettem már több valakimet. Ebben most mi jó van ebbe? És ez rossz, és ez fáj. Mi a jó ebbe? Egy dolog azért van ebben egy pozitívum. Az, hogy
elkezd megnyílni a lelki szemem és a figyelmem az eljövendő felé. Vagyis, nagyon egyszerűen fogalmazva, egyre kevesebb dolog köt ide, és egyre több dolog köt oda. Olyan ez, mint amikor az ember megy át egy hídon, képzeljük el, hogy a Szabadság hídon elindulunk, nagyon szép ez az egyik oldal, szétnézünk, elindulunk a hídon, nézzük, hogy milyen szép lámpaoszlopok, milyen igényesen meg vannak csinálva, meg a korlát, meg minden, és hogy haladunk, a látóterünkből lassan mennek kifelé a dolgok. Egyre kevesebbet látok abból, ami itt van. Egyre kevesebbet tudok arról, ami a hátam mögött van. Viszont egyre tisztábban és élesebben látom a túlsó partot. Annak a szépségeit, azokat az értékeket, amik ott várnak engem. Tehát, hogy a veszteségeinkben van egy ilyen, mintha egy hídon mennénk át, vagy elképzelhetjük azt is, hogy egy komppal kelünk át, mondjuk egy tavon, vagy egy hajóval, és ahogy egyre távolodunk az egyik parttól, az egyre kisebb, egyre homályosabb, viszont egyre élesebben kirajzolódik, egyre közelebbinek látszik a túloldal. Mindazok az értékek, amik ott várnak. És ugyanígy a veszteségeinkben azáltal, hogy ez fáj, igen, ez fájdalmas, de van egy olyan értéke, hogy segít abban, hogy az igazi célra ráfókuszáljunk, hogy az eljövendő felé előre tekintsünk. Egyre kevésbé ide, egyre jobban oda kötődünk. Mégpedig az az oda, az az Isten gazdagságát jelenti. Istennek az ajándékai, gazdagsága, amik örökre megmaradnak. Vagy maga Isten. Szóval megint csak ki akarom emelni, hogy a valóság az nem csúnya, az nem rossz. Még akkor is szép a valóság, hogyha ez időnként fájdalmas. Akkor is szép a valóság. És szabad megnéznünk a valóságot, és megélnünk, és hogy igen, ez most nekem nehéz, ez most nekem fáj. Szeretném, hogy ő még itt legyen. De hogy visz ez közelebb hozzá, de Istenem? Hogy gazdagít ez engem? Hogy tesz ez többé engem? És fogadd be azt, ahogy ez az élmény, ez a tapasztalat, ez a veszteségélmény téged többé akar tenni, és többé tud tenni. Engedd meg, hogy többé tegyen a veszteségélmény is, és közelebb vigyen Istenhez. Mélyebbé tegye a vele való kapcsolatodat. Segítsen abban, hogy fölismerd azt, hogy ami itt van, az mulandó, viszont ami oda át van, az örök, de viszont ami itt érték volt, azt meg Isten mind megőrzi és konzerválja számunkra oda át, és azt mind meg fogjuk találni. Amen. Imádkozzunk testvéreim a mi Urunkhoz, Jézus Krisztushoz, elhunyt szeretteinkért, a hit jelével elköltözött keresztény testvéreinkért, és mindazokért, akiknek hitét egyedül csak Isten ismerte. Vedd fel, Úrunk, elhunyt szüleinket, rokonainkat és barátainkat az égiek közösségébe. Fizess meg örök javakkal elhunyt lelki pásztorainknak, tanítóinknak és jótevőinknek. Adj örök békességet az igazságtalanság és a háborúk áldozatainak. Találjunk benned, Urunk, irgalmas bíránkra, ha magadhoz szólítasz bennünket a földi életből. Erősíts meg lelkünkben a boldog feltámadás reménységét. Urunk Jézus Krisztus, örök dicsőség királya, szabadíts ki minden elhunyt hívőt a tisztulás állapotából. A mennyei seregek vezére, Szent Mihály, vezesse őket a világosság országába. Fogadd el könyörgésünket és engesztelő áldozatunkat azokért, akikről ma emlékezünk. Részesítsd őket abban a dicsőséges életben, amelyet egykor választottaidnak ígértél, aki élsz és uralkodol mindörökkön örökké. Thank you.
Imádkozzatok, testvéreim, hogy az én áldozatom és a tiétek kedves legyen a mindenható Atya Isten előtt. Fogadd kegyesen adományainkat, Urunk Istenünk! Kérünk, vedd fel elhunyt gyermekeidet Szent Fiad dicsőségébe, akinek fölséges áldozata testvéri szeretetben kapcsol össze minket, aki él és uralkodik mindörökkön örökké. Amen. Az Úr legyen veletek! És a te lelkeddel. Emeljük föl szívünket! Adjunk hálát Urunknak, Istenünknek! Valóban méltó és igazságos, illő és üdvös, hogy mindig és mindenütt hálát adjunk néked, mi Urunk, szentséges Atyánk, mindenható örök Isten, Krisztus a mi Urunk által. Ő üdvözíti a világot, megújítja az emberiség életét, és föltámaszt minden megholtat. A te fölségedet ő általa dicsőíti az angyalok hatalmas kórusa, boldogan áldanak, mert mindörökké látnak téged. Add kérünk, hogy az ő szavukhoz társuljon szózatunk, és velük együtt szüntelen újongással zengjük. Szent vagy, szent vagy. Könyörögve kérünk tehát, jóságos Atyánk, Fiad, a mi Urunk Jézus Krisztus által, fogadd el és áld meg ezeket az adományokat és ajándékokat, ezt a szent és tiszta áldozatot. Elsősorban szent és katolikus egyházadért ajánljuk fel neked. Tartsd meg békében, őrizd meg egységben, és vezesd az egész földkerekségen, szolgáddal, Ferenc pápánkkal, Péter főpásztorunkkal, és minden igaz hívővel, akik a katolikus és apostoli hitet hűségesen őrzik és vallják. Emlékezzél meg, Urunk, szolgáidról, emlékezzél meg minden jelenlévőről is, akinek hitét és buzgóságát ismered, akikért ezt a dicsőítő áldozatot felajánljuk, vagy akik ezt felajánlják önmagukért és övéikért, lelkük megváltásáért, üdvösségük és épségük reményében, és hódolatukat bemutatják neked az örök, élő és igaz Istennek. A szentek közösségében tisztelettel megemlékezünk mindenek előtt a dicsőséges, mindenkor Szűz Máriáról, Istenünk és Urunk Jézus Krisztus édesanyjáról, valamint Szent Józsefről, a Szent Szűz jegyeséről, Péter és Pál András apostolaidról, vértanúidról és minden szentedről. Az ő érdemeikért és könyörgésükre add, hogy mindenben érezzük oltalmadat. Kérünk Istenünk, fogadd megengesztelődve ezt az áldozati adományt, tőlünk szolgáidtól és házad egész népétől. Irányítsd a te békédben életünk napjait, ments meg minket az örök kárhozattól, és védj föl választottaid körébe. Áld meg Istenünk bőséges áldásoddal ezt az áldozati adományt, tedd rendelésed szerint magadhoz méltóvá és előtted kedvessé, hogy legyen ez számunkra szeretett fiadnak, a mi Urunk Jézus Krisztusnak teste és vére. Ő ugyanis szenvedésének előestéjén tiszteletre méltó szent kezébe vette a kenyeret, és szemét az égre emelte te hozzád az Istenhez, mindenható Atyához, majd hálát adva áldást mondott, megtörte, tanítványainak adta, és így szólt. Vegyétek és egyetek ebből mindnyájan, mert ez az én testem, mely értetek adatik.
A vacsora után ugyanígy tiszteletre méltó szent kezébe vette ezt a csodálatos kelyhet, majd ismét hálát adva áldást mondott, tanítványainak adta, és így szólt. Vegyétek és igyatok ebből mindnyájan, mert ez az én vérem kelyhe, az új és örök szövetségé. Ez a vér értetek, és sokakért kiontatik a bűnök bocsánatára. Ezt cselekedjétek az én emlékezetemre. Íme hitünk szent titka. Halálodat hirdetjük, Urunk, és hittel valljuk feltámadásodat, amíg el nem jössz. Megemlékezünk ezért, Istenünk, mi a te szolgáid és a te szent néped, fiadnak, Krisztus Urunknak áldott szenvedéséről, a halálból való föltámadásáról, dicsőséges mennybe meneteléről, és ajándékaidból fölajánljuk magasztos fölségednek ezt a tiszta, szent és szeplőtelen áldozati adományt, az örök élet szent kenyerét és az örök üdvösség kelyhét. Nézd kegyes és jóságos szemmel, és fogadd el, amint elfogadtad igaz szolgádnak Ábelnek ajándékát, ősatyánknak Ábrahámnak áldozatát, és azt a szent és szeplőtelen áldozati adományt, amelyet főpapod Melkizedek mutatott be neked. Könyörögve kérünk mindenható Istenünk, szent angyalod vigye áldozatunkat mennyei oltárodra, isteni fölséget színe elé, hogy mi, akik erről az oltáról, fiat szentséges testében és vérében részesülünk, minden mennyei áldással és kegyelemmel elteljünk. Emlékezzél meg, Urunk, szolgáidról, akik a hit jelével előttünk távoztak el az élők sorából, és a béke álmát alusszák. Kérünk, Urunk, hogy nekik, családtagoknak, elhunyt szeretteinknek és minden Krisztusban elhunyt hívőnek add meg a boldogságot, a világosságot és a békét a te országodban. Nekünk is bűnös szolgáidnak, akik irgalmat bőségében bizakodunk, adj kegyesen közösséget szent apostolaiddal és vértanúiddal, Jánossal, Istvánnal, Mátyással, Barnabással és minden szenteddel. És kérünk, bár meg nem érdemeljük, irgalmadból mégis bocsáss be minket szentjeid körébe. Istenünk, te mindezeket a javakat mindenkor Krisztus, ami Urunk által teremted, szenteled meg, élteted, áldod meg és adod nekünk. Ő általa, ő vele és ő benne, a tiéd mindenható Atya Isten, a Szentlélekkel egységben, minden tisztelet és dicsőség mindörökkön örökké. Üdvözítőnk szavára és isteni tanításán fölbátorodva így imádkozunk. Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Szabadíts meg, kérünk, Urunk, minden gonosztól. Adj kegyesen békét napjainkban, hogy irgalmadból mindenkor bűn és baj nélkül éljünk, még reménykedve várjuk az örök boldogságot, és üdvözítőnknek, Jézus Krisztusnak dicsőséges eljöttét. Mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség, mindenki. Amen. Urunk Jézus Krisztus, te azt mondottad apostolaidnak, békességet hagyok rátok, az én békémet adom nektek. Ne vétkeinket nézzed, hanem egyházad hitét. Őrizd meg szándékod szerint békében, és add meg teljes egységét, aki élsz és uralkodol mindörökkön örökké. Az Úr békéje legyen veletek mindenkor. Engesztelődjetek ki szívből egymással.
Isten báránya, te elveszed a világ bűneit, irgalmazz nékünk. Isten báránya, te elveszed a világ bűneit, irgalmazz nékünk. Isten báránya, íme az Isten báránya, íme, aki elveszi a világ bűneit. Boldogok, akik meghívást kaptak a bárány lakomájára. Uram, nem vagyok méltó, hogy hajlékomba jöjj, hanem csak egy szóval mondj, és meggyógyulsz. Mondjuk el együtt a lelki áldozás imáját. Uram Jézus Krisztus, hiszek benned, imádlak téged és szeretlek téged teljes szívemből. Bánom minden bűnömet, mert szeretnélek magamhoz fogadni a szent áldozásban, hogy veled élhessek. Jöjj hát, Úr Jézus, legalább lélekben költözz a szívembe, és védj lakást benne örökre. A mi Úrunk Jézus Krisztus teste őrizzen meg engem az örök életre. Köszöntelek, Úr Jézus, az én szegény szívemben. Neked adom magamat egészen. Tied akarok lenni életemben és halálom után is. Amen. Szent szívét, lát.
Könyörögjünk. Mennyei atyánk, add kegyelmedet, hogy örök világosságod és békességed országába jussanak elhunyt gyermekeid, akikért ezt a húsvéti áldozatot bemutattuk, Krisztus, ami Urunk által. Amen. Ne feledkezzünk meg, testvéreim, arról, hogy ezekben a napokban, minden szenteket követő napok, ha temetőt látogatunk meg, teljes búcsút nyerhetünk az elhunytakért, imádkozunk a Szentatya szándékára ilyenkor, és az elhunytakért is imádkozunk, valamint aznap egy szent áldozásban részesüljünk, és így elnyerhetjük a teljes búcsút. Most fogadjuk az Úr áldását. Az Úr legyen veletek! És a te lelkeddel. Áldjon meg benneteket a mindenható Isten, az Atya, a Fiú és a Szentlélek. Amen. A Szent Mise véget ért, menjetek békével. Istenem, oltalmad alá futunk, Istennek szent anyja, könyörgésünket meg ne vesz szükségünk idején, hanem oltalmaz meg minket minden veszedelemtől, mindenkor dicsőséges és áldott szűz. Mi asszonyunk, mi közben járunk, mi szószólunk, engeszteld meg nekünk szent fiadat, ajánlj minket szent fiadnak, mutasd be minket szent fiadnak. Szent Mihály arkangyal, védelmezz minket a küzdelemben, a sátán gonosz kísértései ellen légy oltalmunk. Esedezve kérjük, parancsoljon neki az Isten. Te pedig mennyei seregek vezére, a sátánt és a többi gonosz szellemet, kik a lelkek vesztére körüljárnak a világban. Isten erejével taszítsd vissza a kárhozat helyére. Tomorrow.